Munkagépek az egykori szocszáló épületénél 10 évvel ezelőtt készült a felvétel. Utoljára akkor tűnt úgy, hogy megoldódik a félbemaradt épület sorsa, akkor luxus lakásokat alakított volna ki egy cég. De aztán elfogyott a pénz, és egy banké lett az ingatlan. Hosszú ideje hirdetik, legutóbb csaknem 5 milliárd forintot kértek érte. Most sem kicsi, de akár jóval nagyobb is lehet. Legalábbis ilyen tervekkel kereste meg a Pest megyei kormányhivatalt a Rózsadomb Panoráma Kft. A cég egy a jelenleginél 7 méterrel magasabb épületet emelne a volt szocszálló helyére. A kormányhivatal úgy döntött, megépíthetik az épületet, hogyha az önkormányzat is jóvá hagyja. Ráadásul úgy, hogy környezetvédelmi hatástanulmányt sem kell készíteni. Bár még nem vette meg az ingatlant, a Rózsadomb Panoráma Projekt Kft. Tervpályázatot írt ki, hogy milyen épület álljon itt. Erről értesült a helyi ellenzék közös frakciója. A tervpályázatot az pedig a majdani beruházó írta ki, amin született is egyébként egy győztes pályamű. Ki a majdani beruházó? Tudomásom szerint Waberer György és környezete, illetve az ő cégei. Az ismert vállalkozó nemrég vált meg fuvarozó cégétől, az ő érdekeltségében van az a cég, amely a nyertes pályaművel megkereste a Pest megyei kormányhivatalt. Ez az a dokumentum, amelyből kiderül, 7 méterrel magasabb lehet az épület. Ehhez a kormányhivatal szerint környezetvédelmi hatástanulmány sem kell. Így nézne ki, ha 7 méterrel, vagyis 2 emelettel magasabb épület állna itt. A piros csík mutatja, hogyan változtatná meg a városképet az épület. A helyi ellenzéki frakció vezetője azt mondja, hiába próbálnak információhoz jutni arról, pontosan mit terveznek itt. Ők is csak a Pest megyei kormányhivatal döntéséből tudták meg, hogy milyen szakaszánál tart a beruházás. A épület magassága az majdnem 7 méterrel nőni fog, ugyanakkor az épülete emeleteinek száma az csökken, és az összpépítettség is csökken. Az mindenkinek az érdeke szerintünk, hogy ez az épület elkészüljön, hiszen évtizedek óta csúfítja Budapest látképét, de azt nem szeretnénk, hogyha bármilyen titkolózás, rejtély övezné ezt a beruházást. A második kerületi önkormányzat azt közölte, a terület 2005-ös szabályozási terve szerint a szabályok módosítása nélkül felépíthető a magasabb épület. A leendő beruházó figyelmét ugyanakkor felhívták arra, hogy kiemelten ügyeljen a természeti értékek védelmére. Ma a Rózsadomb Panoráma Kft.-t nem tudtuk elérni.